Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. Nézzük, hogy milyen üzenetet hoz a két ösvény taró a kosok számára és a többi csillagjegy számára június 12 és 18 között. Kezdjük is el, nézzük, hogy a kosok milyen lapot kapnak, ez pedig a sorskerék. A sorskerék lapja mindenképpen változást ígér. Lehet ez a változás kicsi, lehet ez a változás nagy. Mindenképpen valamilyen formában, valamilyen módosulásnak néztek elébe. Az, hogy a módosulás mértéke, színe, hossza, szélessége milyen nagy lesz, azt már meghatározhatjátok önnön magatok, és mondhatjátok azt egy változásra, hogy nem kérek ilyen nagyot, csak egy részét ennek a folyamatnak, mert esetleg amúgy jól érzitek magatokat a bőrötökben, és nem akartok nagy és jelentős módosulásokat, de magát a változást azt ne akarjátok elkerülni. Egy biztos, ezért a változásért is, és ebből a változásból fakadó eredményért is meg kell dolgozni. Legyen az pénz, legyen az szerelem, legyen az nyeresség, bármilyen formában. Tegyetek a fejlődésért, tegyetek azért, hogy jól alakuljanak a dolgaitok, mert a sorskerék lendülete, forgása, mozgásban levése, az nagyon-nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy könnyen, gyorsan meglássátok azt, hogy hol érdemes lecsapni egy feladatra, kinek érdemes igent mondani, merre érdemes elindulni, milyen ösvényt érdemes felfedezni. Most a számotokra tökéletesen nyitott kapu van afelé, hogy akár új munkátok, új lakhelyetek, új tapasztalataitok, új tanulási lehetőségetek legyen. A kezetekben van a sorsotok irányítása. Egyetlen egy pillanatig ne gondoljátok azt, hogy bárki visszatarthat titeket attól, hogy módosítsatok a mindennapjaitokon. Van választásotok, tegnap is volt, ma is van, és jövő héten is lesz. Ez elvitathatatlan. A mindennap felbukkanó válaszutak során ne felejtsétek azt el, hogy megtehetitek azt, hogy visszavonultok, és köszönitek szépen, nem kértek a változásból, csak hogy az is egy döntés, ugye ezt is nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy a nem döntés is döntés, inkább döntsetek a változás mellett, mert az a világ mindenképpen változni fog. És ha ti nem változtok, akkor az azt jelenti, hogy egyre kevésbé fogtok tudni alkalmazkodni a világ körforgásához, és ez szerintem nem egy megfelelő irány. De nézzük a bika lapját, ez pedig a főpapnő. A főpapnő lapjában nagyon szépen ott van az elcsendesedés, a megbékélés, a hála, az öröm, mindenféle pozitív üzenete. A főpapnő tanul, a főpapnő gyógyít, a főpapnő képes békíteni, a főpapnő képes a bizonytalanokat útba igazítani. A főpapnő lapjában egy csomó függetlenség van. A főpapnő nem kér iránymutatást, tehát ti most a bikaként egész héten azt érezhetitek, és nem baj, hogyha azt érzitek, hogy egyedül akartok haladni, magatokra akartok számítani, nem mások véleményére akartok adni, hanem abszolút a belső hangotok sugása alapján akartok egyről a kettőre lépni. Úgyhogy igenis ne hesegessétek el annak a lehetőségét, hogy önnön magatokra hallgattok. Nem kell most sem rokonokra, sem barátokra, sem szomszédokra figyelni. Én nem azt mondom, hogy egyáltalán ne álljatok szóba emberekkel, hanem azt kérem, hogy amikor szóba álltok emberekkel, azt ne hagyjátok, hogy mások befolyásolni akarják a gondolataitokat, a tetteitek irányát, azokat a célokat, amiket meghatároztok. Erősek vagytok, és a már kimondott és még kimondható igazságok nagyon-nagyon erőteljesen ki akarnak majd törni belőletek, és leginkább azt tudom üzenni, hogy egyet ne felejtsetek el, a ti igazságotok számotokra az örökké való igazság, és hogyha úgy érzitek, hogy valami számotokra sokkal kedvezőbb, jobb vagy örömtelibb, mint azt, ahogy mások gondolják, vagy ahogy azt mások szeretnék, hogy ti megéljétek, merjetek most szembe menni a világgal. Tegyétek ezt diplomatikusan, kulturáltan, intelligensen, nem kell haragot vagy dühöt táplálni bármilyen folyamat vagy emberi megnyilvánulás iránt, egyszerűen csak nyugodtan mondjátok ki azt mások irányába, hogy köszönöm szépen, nem kérek a támogatásodból, tök jól el vagyok nélküled is, és tök jól tudok dönteni nélküled is. A következő lapunk, a csillag az ikrekhez érkezett. A kártya arra utal, hogy olyan dolgokat, feladatokat tervezel, amik lehet, hogy már régebb óta ott tobzódnak benned, sőt, alkalmanként már hangosan kopogtattak is,
és most minden olyan reményed, ami ezekkel a vágyott feladatokkal kapcsolatos, ahhoz megkapod az instrukciókat, megkapod a segítő iránymutatásokat, megérkezik az az ember, aki pontosan tudja, hogy neked most igazából jobbra vagy balra kell menned, és lehet, hogy ő ki sem fogja mondani, egyszerűen csak a jelenlétével tud téged motiválni és inspirálni valamilyen új irányba. Annak a tudatában végezd el minden dolgodat, hogyha mersz egy picit újabb útra lépni, mersz egy picit friss energiákat belevinni a feladataidba, akkor a sikered garantált. Általában a csillaglappal az a tapasztalatom, hogy amikor ezt a lapot húzzuk az aktuális feladatainkra, a pillanatnyi élethelyzetünkre, akkor ott kevésbé jellemző, hogy ilyen elsietett dolgokkal találkozzunk. Gondolok itt arra, hogy ha most 3 nap alatt akarunk megvalósítani egy több hétig tartó feladatot, akkor igen, nem kell, hogy ilyen álmaink legyenek, csak tudjuk azt, hogy amit most elkezdünk, a záros határidőn belül nagyon jó eséllyel, nagyon pozitív formában tudjuk lezárni. Egy biztos, az ikrek számára a csillaglappal a most elkezdett folyamatok, a később lezajlódó eseményeknek tulajdonképpen egyfajta előfutárai, a megvilágosodást, a tisztánlátást hozzák be az ikrek számára, és gyakorlatilag itt a csillaglapban ugye látjuk is, hogy bal alul már kellőben van a nap, tehát felkelőben van, jön föl a horizont ott csendes sötétségéből, és meg fogja világítani azt az utat, amin menni szeretnétek, és ha most van bármilyen olyan élethelyzetetek, ahol el kell vetni a magot, és először meg is kell locsolni azt a magot, akkor merjétek megtenni, és ez egy nagyon pozitív véggel záródhat. Nézzük, hogy a rákok milyen lapocskát kapnak, ez pedig az uralkodó. Igen, urald a sorsodat, urald a gondolataidat, urald az életedet, legyél nagyon elhivatott, eltökélt, nagyon-nagyon határozott. Ne hagyd, hogy bárki bármilyen formában megingasson azzal kapcsolatban, hogy ki vagy te, hol vagy, mit akarsz elérni, hova akarsz eljutni. De sose felejtsük el, hogy az uralkodó lapjával előfordulhat, hogy te magad akarsz másokon uralkodni, és hogy te sem szeretnéd, hogy rajtad bárki uralkodjon, és neked bárki megmondja, hogy mit tegyél, te se akard megtenni ezt másokkal. Az uralkodó pontosan arra mutal, hogy tarts kézben a saját életed gyeplőjét, nem kell másokéba beleavatkozni. Legyél nő, legyél férfi, mindenképpen eltökélt, erős és ambiciózus vagy, az uralkodó lappal pedig egyszerűen nincs az a terv, nincs az a vágy, nincs az a cél, amit ne tudnál megvalósítani. Így te gyakorlatilag te lehetsz ezen a héten önmagad legesleges legnagyobb támasza. Az aktuális döntéseid során mindenképpen legyél racionális, ne térd le a józan gondolatok és józan cselekedetek útjáról, és azért a naivitással óvatosan kell bánni, tehát nem kell mindent elhinni, de te se akarj senkivel olyasmit elhitetni, amit egyébként nem szeretnéd, ha fordítva valaki veled akarna elhitetni. Na nézzük, hogy a főpap lapja hogyan kapcsolódik össze az oroszlánok ezen hetével. Ezekben a napokban képes leszel egy ugyan kicsit lassú, de mégis látványos és nagyon jelentős átalakulásra. Valamilyen formában az eszméd, az ideológiád formálódhat, és olyan gondolataid támadhatnak, amik azért téged is meglephetnek. A főpap lapjának az üzenete az olyan élethelyzeteket teremti meg számodra, ahol mindenképpen a módosulás nagy és jelentős, de nem kell sietni, hanem ez egy lassú, csendes, békés folyamat, nem kell kapkodni, és abszolút nem kell kapkodni, és azt gondolom, hogy ezt föl szoktam hozni példaként, hogy ez olyan, mint a kígyó bőrének a levedlése, hogy amikor ugye levedli a bőrét, akkor a kígyó akkor a legeslegsérülékenyebb. És mégis azzal, hogy levedli a bőrét, ugye egy tök új életszakasz kezdődik el számára, ezáltal válhat nagyobbá, erősebbé, mert hogyha nem vedli le a bőrét, akkor egyszerűen nem tud tovább nőni és tovább fejlődni. Úgyhogy ez egy fontos üzenet, és azt se felejtsük el, hogy nagyon-nagyon stabil talajon áll a főpap, mindig ott áll, tehát ez most számotokra is adott.
Oroszlánként azt mondom, hogy gyere ki bátran abból a csigaházból, amiben az elmúlt időszakban tartózkodtál. Hogyha egyébként ezt érzed, akkor ezt különösen vedd magadra, és nagyon bátran vedd magadra. A főpappal egyébként pontosan azért kell kijönni ezekből a csendességekből, elcsendesült, lakatlan barlangokból, hogy megérinthessen újra a napfény, és odaérhess el, ahol megkapod a kérdéseidre a válaszokat. Ha nem mozdulsz ki ugye ebből a nagy örömtelinek, egyébként sokszor örömtelinek tűnő csendességből, akkor ezt ne felejtsd el, kérlek, hogy, hogy akkor a megújulástól távolítod el magadat. Tehát meg kell mozdulnod ezen a héten valamilyen új irányba, legyen az akár egy új barátság, egy új munkahely iránti vágy. Ha már régebb óta tervezed a költözést, akkor kezdj el ezen dolgozni. Lehet ez egyébként egy sokkal szellemibb jellegű folyamat, akár egy tanulással összefüggő kérdéskör. Egy biztos, amikor főpap lapot látok, mindig az jut eszembe, hogy a belső hang nagyon-nagyon hangosan kiabál belülről, és nagyon egyértelmű üzeneteket közvetít, csak a kérdés az, hogy meg akarjuk-e hallani. A főpaplappal azért a tapasztalataim azt mutatják, hogy általában mindenki tudja, hogy mit kell tenni, mikor kell megtenni, mikor kell valamit megtanulni, mikor kell valamit módosítani, úgyhogy mindenképpen az az üzenetem, hogy ezekben a napokban bátran nézz körbe, és lásd meg, hogy mik azok a dolgok, amik az elmúlt időszakban nem működtek, vagy esetleg nem úgy működtek, ahogy szeretnéd, és igenis kezdj el ezen a folyamaton valamilyen formában módosítani. Nézzük a szüzek lapját, ez pedig a nap, nagyon-nagyon szeretem, igenis tök jó, hogy a nap világít, a nap süt, a nap életörömöt, vitalitást, elhivatottságot és bizakodást kínál a szüzek számára. Képesek lesznek a szüzek abszolút tisztán látni a saját helyzetüket, a saját pozíciójukat, a saját körülményeiket, sőt, még azt is megmerem kockáztatni, hogy az emberi kapcsolataikra is pontosan rá fognak tudni látni. Nem minden esetben lesz ám ez egy kellemes rálátás, mert ugye ez lehet egy fájó vagy szúró pillanat is, hogy XY-nál már nincs olyan jó kapcsolatom, Z már nem beszél velem, vagy a sokadik embert már én nem kerestem egy ideje, tessék nekiállni, mérlegelni, és tessék fölrázni ezeket a történeteket, de mondhatok egy más szimbolikát, tegyétek ezt a dolgot, az összes kapcsolati folyamatot egy szitára, kicsit rázzátok meg, és ami kiesik, azzal lehet, hogy már tényleg nem kell foglalkozni, de ami fennmarad a tetején, azzal feltétlenül törődjetek, és tegyetek újra tartalmat az emberi kapcsolataitokba. Ne felejtsétek el, hogy ugye a nap szimbolikájával a nap megszünteti a sötétséget, előzi a kísérteties félelmeket, megsegíti az újjászületést, megsegíti azt, hogy fölálljunk a földről, legyen belőlünk újra valaki. A naplapja minden szüzet most arra sarkal, hogy bontakoztassátok ki a rejtett képességeiteket. Mondjatok igent tulajdonképpen bármilyen nagy kihívásra. Nyilván a naplapjával kevésbé mondom azt, hogy a nagy kockázatos kihívásokra is mondjatok igen, de megtehetitek egyébként, hogy igent mondtok. A nap valamiféle megváltást hoz, megmutatja az alagút végén a fényt. Ha van valamilyen régebb óta húzódó kérdés, amire egyszerűen kutatások és turkamurka által sem jutottatok el a válaszig, akkor az most meg fog érkezni. Nézzük, hogy a mérleghez hogyan és miként tud kapcsolódni a mágus lapja. A mágus, tényleg azt mondom, hogy sok-sok energiával teli lapunk van, de a mágus ugye mégis egyfajta mozdulatlanságban egy elképesztő energiát és energiamennyiséget rejt magában. A mágus lappal egy mérleg a június 12-től 18-áig tartó héten elképesztően eltökélt, kitartó lesz, viszont mégis fogja azt tudni, hogy hol van az a határvonal, amíg még érdemes elmenni egy cél érdekében. Az erőszak, az akarnokság viszont ezekben a napokban nagyon-nagyon messzire kerülendő. Épp elég, ha egy mérleg most elhivatott, eltökélt, a kiszemelt úton marad,
el fogja érni a vágyott célszalagot, eléri azokat az embereket, akikkel kapcsolatba szeretne lépni, ki tudja pipálni azokat a feladatokat, amiket meg szeretne valósítani. Mindenképpen egyébként a mágus napja valamiféle új választási lehetőséget is hoz magával, és kínál minden mérleg számára most. Azt gondolom, hogy azért, hogy a mágus lapjából a lehető legtöbbet ki lehessen hozni, ahhoz használni kell az eszeteket, a megszerzett tapasztalataitokat, és azokat az alapvető készségeket, amiknek azért a nagy része már úgymond a születéstől ott van bennetek, és nyilván az X 10-20-30-40 éven keresztül fejlődött bennetek. A tudásotok most különösen nagy kincsé válik, és észre fogjátok venni, hogy lesznek olyan szituációk, ahol ti tudjátok csak és kizárólag a kérdésekre a válaszokat, és ezáltal tulajdonképpen mondhatom azt, hogy nagyon nagyra tudtok nőni mások szemében. Na nézzük a Skorpió lapját, ez pedig az uralkodónő. Ezzel a lappal azt kell tudni, hogy egyszerűen csak jó úton vagy. Teljesen lényegtelen itt, hogy férfiként vagy nőként hallgatod ezt a videómat, mert jó helyen vagy, alapvetően jó úton jársz, a pillanatnyi állapotod az egy jó hely, az egy jó közeg, és minden képességedet, amit bevetettél a célod érdekében, az most meghálálja önmagát. Nézd meg, hogy hol ül az uralkodónő, bennül a kertjében, egészen pontosan a kert kapujában, a kertjében megtermett a gyümölcs, ott van a búza, ott van a gazdagságot szimbolizáló páva, ugye azért ott van a jogar a kezébe, tehát az igazságszolgáltatás képességével is bír, tehát az értelmet és az érzelmet megfelelő egyensúlyban tudja tartani. Azt gondolom, hogy ha például férfiként nézed ezt az anyagot, akkor nézd azért kérlek körbe a közvetlen szűk környezetedbe, mert biztos, hogy van olyan nő az életedben, akitől nagyon-nagyon sokat tanulhatsz, akitől lehet kérdezni, aki megadja a kérdésedre a válaszokat, aki erőt ad neked, inspirál, ösztökél. Az uralkodó nő, ugye, ahogy az előbb is említettem, egy nagyon termékeny közegbe ül, képes arra, hogy adakozzon, képes arra, hogy kreativitással lásson el mindenkit, hogy inspiráljon gyereket, felnőttet, időset egyaránt, hozzá lehet fordulni. Ő egyébként akár egy, például a gyerekeknek ő egy tanár is lehet, de felnőtteknek ugye egy oktató, vagy akár egy főnök, vagy egy bölcsebb, tapasztaltabb, mondjuk úgy, hogy öreg róka típusú személy. Úgyhogy bátran kérdezzetek a környezetetekben lévő tapasztaltnak tűnő nőktől, mert a nők most ebben a megközelítésben a skorpiók számára egészen bizonyosan nagyon sok olyan információt tudnak átadni, ami hasznos és értelmezhető is fontos lesz. Nézzük, hogy a nyilas lapjához hogyan érkezik meg a bolond, mit üzen nektek. Hát imádom ezt a bolond lapot, mindig az üt eszembe, hogy hát legyetek szabadok, legyetek bátrak, függetlenek, kockázatvállalók, merészek, lépjetek át határokat, nyugodtan ugorjatok bele egy gödörbe, hogyha azt gondoljátok, hogy meg akarjátok nézni, hogy mi van az alján, de az sem baj, ha felkapaszkodtok egy mozgó járműre, és ilyen formában szemlélitek most a világot, egy biztos, mozduljatok ki a megszokott térből. Muszáj lesz, mert a megszokott térben nincs változás, a komfortzónán kívül viszont rengeteg ismeretlen élethelyzet, szituáció, cselekedet, cselekmény vár titeket. Ehhez a bátor lépéshez nyilván nagyon nagy szükség van arra, hogy kívülről valamiféle inspiráció érkezzen, hogy meghalljátok a zajokat, meghalljátok a jó tanácsokat, és rájöjjetek arra, hogy melyik útirányjelző tábla a ti táblátok, és hogy egy válaszút előtt, ami 2-3-4 irányba is elviheti az embert, melyikre lépjetek rá, hallgassatok az ösztöneitekre, most az ösztöneitek egyszerűen zseniálisan fognak működni. És fölteszem azt a fontos kérdést, hogy vajon készen álltok-e egy új kezdetre? Hát nagyon-nagyon remélem, kedves nyilasok, hogy azt mondjátok egyöntetően, hogy igen, készen állok, és várom is a lehetőséget. No, nézzük, hogy a bakhoz hogyan kapcsolódik a torony lapja. Valamilyen formában a vélt vagy valós biztonságotok, a biztonság érzetetek
nagyon-nagyon könnyen meginokhat, nagyon-nagyon könnyen megkérdőjeleződhet. És amit az elmúlt időszakban fölépítettetek, és azt gondoltátok, hogy stabil, kiszámítható, tudjátok, hogy mi lesz belőle holnap, tehát ha ma ott hagyom a váramat, akkor holnap is a váram fog várni, és kiderülhet, hogy nem, mert hogy valami egyszer csak akár kívülről, akár belülről elkezdi rombolni ezt a fölépített, stabilnak tűnő körülményt. Ha simán előfordulhat, hogy egyébként valami titokra derül fény, aminek hát azért nehéz lesz örülni, ez szomorúságot, problémát, nyűgöt, macerát, és igen, lelki fájdalmat, lelki leterheltséget is hozhat az ember életébe. Egy biztos, a toronylapja nagyon-nagyon fontos olyan szempontból, hogy a szűkre szabott kereteket ledönti számodra. Tehát lehet, hogy azt gondoltad, hogy te egy tök kényelmes komfortzónában ücsöröksz, ahol egyébként mindened megvan, van tévé, van hűtőszekrény, az tele van, van kamra, vannak valamiféle élményfaktorok. Igen, nem csak, hogy ebben már nem fér bele ennél több, és ehhez kell az, hogy az ember néha lerombolja az őt körülvevő falakat. Nyilván egy kicsit más aspektusban mondhatom azt, hogy a meggyőződések és az ideológiák is porba hullhatnak, és az a látszólagos biztonság, amit akár egy munkahelyen, családban, baráti társaságban éreztél, az egyszer csak nagyon komolyan megkérdőjeleződik. Amiről eddig azt vélted bakként, hogy védelmet ad számodra, arról nagyon-nagyon könnyen kiderül, hogy a csodát ad védelmet, sőt, inkább hátráltat, gátol, akadályoz abban, hogy eljuss az aktuális célodig. Néha ezek a felismerések húsba vájóan fájdalmasak lehetnek, és elég sok veszteséggel is járhatnak, de én azt gondolom, és nagyon-nagyon hiszek egyébként a toronylapnak a fontosságában és a rejtett üzenetében, hogy néha pontosan azért kell lerombolni ezeket a nagy-nagy stabil falakat, hogy a megtisztulás folyamata elkerülhetetlen legyen, és a megtisztulásból fakadóan tulajdonképpen egy tök új élet kerekedik ki az ember mindennapjaiból. Úgyhogy igenis azt mondom, hogy egy toronylappal tulajdonképpen baromira megéri kockáztatni, hogy jöhessen a lélek gyógyulásának az ideje. Az utolsó előtti lapocskánk a vízöntőhöz érkezett, méghozzá ez a kísértés. Muszáj lesz szembesülni a kellemetlenebbik énünkkel, azzal, amit annyira nem szeretünk, ami néha olyan hülyeségeket tud csinálni, hogy magunk előtt is pironkodunk a szó, hát akár jó, akár rossz értelmében. Ugye azért a kísértéslapban nagyon-nagyon keményen benne van a fény és az árnyék, a jó és a rossz, a magaslat és a mélység, és ne felejtsétek el, hogy ezek mind egyben ti vagytok, tehát olyan nem létezik, hogy valaki csak fényben létezzen és éljen, és nincs valahol ennek az egész folyamatnak egy árnyéka. A kísértés valamilyen formában utolérhet belülről, és megszólalhat a lelkiismereted, ami akár le is ránthat a mélybe, és megkérdőjelezhet dolgokat önmagaddal kapcsolatban, megkérdőjelezheted azt, hogy jó helyen vagyok-e, jó dolgokat csinálok-e, jók-e a barátaim, jó-e a társkapcsolatom, megfelelő-e a kapcsolódásom akár csoportokhoz, vagy nagyobb szintű folyamatokhoz, de nyilván a kísértés érkezhet kívülről is. Mindig el szoktam azt mondani, hogy a kívülről érkező kísértés is nagyon-nagyon sokrétű lehet. Akár bejöhet ugye egy olyan személyként, aki elképesztő hatással van rád, örült módon vonz, és tudod, hogy nem szabadna belemenned egy ilyen akár futókalandba, akár egy párkapcsolat mellett egy mellékvágányba, de borzasztóan nehezen lehet ezeknek a típusú embereknek, illetve magának a szituációnak ellenállni. De kísértés az ugye érkezhet például egy, fogjátok érteni, nem biztos, hogy a legjobb példa, ha valaki fogyókúrázik, és elsétál egy fogyispult mellett, na az is egy baromi nagy kísértés, hogy és akkor most megszegje a hónapok óta fennálló fogyókúrának az ígéretét, önmagának tett ugye ígéretét, vagy pedig azt mondja, hogy nem érdekel, én most eszem egy fagyit. Lehet, hogy azt kibírja, hogy mondjuk nem három gombócot eszik, csak egyet, de ezek mind-mind őrületesen nagy kísértések. És nyilván kísértés lehet az, hogy az ember talál mondjuk a buszon egy táskát,
és most leadja a találtárgyak osztályán, vagy átkutassa, és magáévá tegye azt, ami benne van. Ezek mind őrületes kísértések, és a kísértéslap pontosan arra utal, hogy néha olyan szituációba sodródik az ember az ilyen típusú váratlan helyzetekből fakadóan, amit nem is hinne el magáról, hogy úristen, én ezt megteszem, és van ehhez bátorságom. De a kísértésnek van egyébként egy olyan tök jó oldala is, hogy végre belülről ordít az az ördögöcske, hogy hát nézd meg, neked van lehetőséged arra, hogy sokkal jobb munkád legyen, sokkal jobb lehetőségeid legyen, sokkal jobb barátaid legyenek, és vajon mersz-e ennek a kísértésnek valamilyen formában teret adni? Hát ez is egy nagy-nagy-nagy kérdés. Nézzük a halaklapját, ez pedig a feltámadás. Egyértelmű, hogy valamilyen új formát fog a halak számára ez az élet szituáció okozni, hogy itt a június 12-től 18-áig tartó héten érkezik el. Nyilván a feltámadásban benne van az a lehetőség, hogy valaki ugyanúgy a fejét a homokba dugva a struccpolitikát folytat, és legyint arra, hogy a változás ott dörömböl az ajtaján, és már-már az ablakon szeretne bemászni, vagy az kéménykürtön leereszkedni, de akkor sem hagyja, hogy ez megtörténjen. Mégis azt gondolom, hogy egy halak esetében a feltámadás lapja őrületesen nagy vonzás ahhoz, hogy bátorságot vegyetek magatokon, és egyfajta kiváltságosnak érezzétek magatokat azzal kapcsolatban, hogy nektek bizony elérkezett a feltámadás lehetősége. Nagy-nagy kérdés az, hogy vajon melyik csoportba akar tartozni, az egyik halak, a másik halak, vagy a harmadik. Megelégszel te, aki hallgatsz engem, a biztos kevéssel, vagy bevállalod a bizonytalant? Most azt mondom, hogy a feltámadás lappal akkora bátorságérzeted lesz, hogy igenis merészen, eltökélten és elvetemülten vállald be azt, hogy valami újat kezdesz, és egy olyan ösvényt fedezel föl, ami még senki által nem lett bejárva. Egy biztos, a feltámadás lapja nagyon-nagyon jelentős változást ígér, de magát a lehetőséget kiaknázni, ahogy az előbb mondtam már többször, több szinonimával merésznek és bátornak kell lenni, érett és megfontolt döntéseket kell hozni, olyan élethelyzetekben kell bátran választani, ahol egyébként el kell köteleződni, tehát egy feltámadás lappal nincs az a lehetőség, hogy hát kinyitogatok minden ajtót, és hát majd valamelyik csak jó lesz számomra. Nem. Pontosan arról van szó, hogy ha egy ajtót kinyitsz, mert arra rá van írva, hogy az hova vezet, akkor ott nincsen olyan visszakozási lehetőség, hogy ez mégse tetszik, vagy ez túl sötét, vagy túl világos, vagy olyan soknak és hosszúnak tűnik, gyorsan becsukom, hanem ami ajtót kinyitsz, annak az útjára rálépve végig is kell menni azon. Hidd el, nincs a sikered gátolva, abszolút minden körülmény adott ahhoz, hogy jól érezd magadat a bőrödben, úgyhogy én ehhez a legeslegjobbakat kívánom neked. És az összes többi jegynek, ha szeretnél egy taró elemzésre eljönni nyáron, elérhető vagyok Hajdúszoboszlón személyesen is, a Kelvin téren nyáron csak havonta egyszer fogok megfordulni Budapesten, a telefonszámom pedig +36 73 11 61 25. Legyen tök jó hetetek!